Reggeli Monitor. Mit mutattak a mérési adatok? Milyen toxikus anyagokból került nagyon sok a megengedettnél jóval több a vízbe, illetőleg a parton mit mutattak ki? Igazából ilyen anyagok egyáltalán nem kerülhetnének a Dunába, felszíni vizekbe. Ezek súlyos mérgek, és nem véletlen, hogy semmilyen jogszabály nem tenné lehetővé, hogy ilyen szennyezés érhesse a Dunát. De ugye ez a történet kb. 100 éve kezdődött, amikor szénből gáz kezdtek gyártani itt a Dunaparton, a régióbudai gázgyárban, és ezt a tevékenységet már sok évtizede befejezték, de sajnos a mérgező gázmasszát, ami tele volt tényleg rendkívül mérgező anyagokkal, részben ott ásták el, részben itt-ott a városban, ugye híres volt, hogy ürömi karszbarlangokban is volt ez a gázmassza, ahonnan mentesíteni kellett, mert jelentős szennyezést okozott. Viszont gyakorlatilag közel 30 év 1995-ben a gázgyár jogutódját, az akkori fővárosi gázműveket kötelezték a terület megtisztítására, és sajnos elképesztő módon, közel mondom tényleg 3 évtizede, képtelen elérni a állami hatóság az állami tulajdonú cégeknél, a különböző jogutódoknál, hogy elvégezzék ezt a kötelezettségüket, hogy befejezzék a kármentesítést. Ugye jelen esetben az MVM Next Energia kereskedelmi ZRT lenne felelős a terület megtisztításáért, és volt egy határozat, amit alapján 2022-re kellett volna megtisztítani, és ezt egy kormányhatározat alapján lehetővé tették, hogy késedelmet kapjanak, és ezért 2024-re módosították ezt. Van arra lehetőség, van arra esély, hogy előttünk álló egy évben, hogyha előtte 30 évig semmi nem történt, zajlik majd kármentesítés a területen? Pont ezért kongattuk meg a vészharangokat, mert úgy gondoljuk, hogy mivel egy kapavágás nem történt, és láthatóan semmilyen előkészület nem történt annak érdekében, hogy itt elkezdődjön a kármentesítés, félünk, hogy újfent húzni fog, és a friss mérési eredményeink az október közepén vett minták alapján tényleg alátámasztják, hogy itt nagyon súlyos dunaszennyezés történik. A kis víz idején nagyon látványos, amikor alacsony a Duna vízszintje, hogy sorognak be ezek a elképesztő mérgek a Dunába, mi tényleg egy-két órán át vettünk mintákat védőfelszerelésbe, maszkba, de így is tényleg fuldokoltunk az elképesztő kellemetlen vegyszerszagban. Lent ott a Duna partján tényleg nagyon-nagyon láthatóan szennyezett a levegő, és sajnos a méréseink is azt mutatták, hogy a talajvízből kiszivárgó víz nagyon jelentősen sok ezer és néha közel 10000-szeresen is meghaladja a talajvízre megadott határértéket. Rákkeltő benzolból is a határértéknek a sokszorosát mértük. Itt ugye a talajvíz határérték az egyet képest 20-at, majdnem 20-at mértünk, de úgynevezett policiklusos aromás szénhidrogénekből, naftalinokból is sokkal többet mértünk, mint amennyi a határérték. Volt egy ilyen pakvegyület, amiből 8580-szoros határérték túllépést tapasztaltunk. Idegrendszerkárosítók, szilolok is jelentős mértékben túllépték a határértéket, és rákkeltő arzén is sokkal több volt, mind a felszín alatti vízre, mint pedig a felszíni vizekre megadott határérték. Tehát látszik, hogy itt egy folyamatos, káros, problémás szennyezés van, ami az ott sportoló, hiszen ott rendszeresen eveznek emberek. Bár most már ki van rakva a tiltótábla, hogy nem lehet bemenni a területre, de mégis csak ott sétáltatják, fürdetik sokan a kutyát, ott kocognak. Ezeket az embereket, ez mindenki, amikor belélegzik ezt a szennyezett levegőt, károsítja ott lent a Dunaparton, akik ott eveznek, vagy ott mondom, akár fürdenek. És egyébként a vízikörnyezet is károsítja. Igen, a vízikörnyezet, az arra akartam először kérdezni, utána pedig arra, hogy ez kimutatható-e, hogy a budapesti vagy az agglomerációs ivóvíz minőségét hogyan roncsolja, rombolja? Igen, nyilván a Duna az a fő ivóvízbázis a Budapestnek és igazából a Duna menti településeknek, és parti szűrésű utak meg a Dunának a higulása miatt nagyon remélem, hogy az ivóvízben határérték feletti szennyezettség nincsen. Nyilván sok komponens mérnek egyébként a hatóságok, viszont mégiscsak az ivóvízbázisnak egy folyamatos illegális szennyezését jelenti ez a szennyezés, és azt gondoljuk, hogy tényleg nem elfogadható, hogy ezt tovább halogatják, hiszen hogy mondjam, nem létezhet az, hogy egy folyamatos ilyen mértékű környezetszennyezés éri a Dunát. Ja, akkor érdekes, az az interjúban elmondta, hogy akkor elvileg van egy kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy 2024 végéig megtörténik ez a kármentesítés, vagy legalábbis elkezdődik, már ez is szerintem egy jó szenárió lenne. Egyébként ezen a területen jelenleg zajlik olyan ipari tevékenység, ami még rápakol erre a problémára, vagy egyszerűen annak idején az óbudai gázgyár olyannyira környezetszennyezően működött, hogy az abból fakadó problémákat nyögi ott a térség. Már szerencsére évtizedek óta nincs újabb szennyezés, viszont ez egy nagyon jelentős szennyezés, ez még mai napig megvan. Alatta a területen
kis részén megtudották, viszont mélyen a talajvíz gyakorlatilag nagyon jelentősen szennyezett, több 10 méter mélyen a különböző vizsgálatok szerint. Ha jól emlékszem, és átlagos hírfogyasztóként is nagyon sokszor merül fel, főleg itt a Duna északi szakaszán önök is felhívják arra a figyelmet, hogy a vízszennyezettség egy rendkívül nagy probléma. Általánosságban a legnagyobb gondot mi okozza? Gyakorlatilag többször importáljuk kvázi a szennyezettséget, vagy itt a belföldi működés is alaposan okozója sokszor a problémáknak? Hát a Duna szennyezettségéről beszélünk, a felszíni vizek szennyezettségéről, akkor az újabb uniós jelentések szerint egy a legnagyobb szennyező az a mai napig sajnos a mezőgazdaság. Különböző növényvédőszerek, ahogy lecsorognak a földekről, az egy folyamatos, hogy mondjam, mérgező terhelést jelent a Dunának. Pont most egyébként volt egy friss jelentése a Pen Europe-nak, ami bemutatta, hogy újabban a növényvédőszerekhez is adagolnak olyan vegyanyagokat, úgynevezett PFAS anyagokat, amiket az ilyen gyakorlatilag évtizedek alatt nem lebomló vegyanyagoknak neveznek. Ezek mind-mind bejutnak sajnos a felszíni vizekbe, és folyamatosan kimutathatók növényvédőszer maradékok a vizekből. Talán ez a legnagyobb probléma, és ehhez járul hozzá a különböző régről ránk maradt ipari szennyezésekből szivárgó különböző szennyezések. Elvileg a jelenlegi ipari vállalatoknak már nem igazán szabadna szennyezni a vizet, de hát nyilván, ahogy látjuk, hogy nagyon sokszor a hazánkban működő cégek nem igazán tartják be a környezetvédelmi előírásokat, így simán elképzelhető, hogy ilyen jellegű szennyezések is érik a Dunát, illetve hát nyilván a különböző hajókból olajszennyezés is elég rendszeresen tapasztalható a folyóinkon, különösen a Dunán. Nagyon érdekes, amit mondott, mert az akkumulátorgyárak kapcsán is sokszor felmerül ez a kérdés, és a kormányzat azt mondja, hogy nagyon erőteljesek a jogszabályok, amíg gyakorlatilag környezetkímélő magatartásra szorítják a vállalatokat, de akkor inkább arról van szó, hogy megvannak ezek a jogi bástyák, csak az adott vállalatok nem tartják be, vagy a jogi bástyák környékén is lehetne még szigorítani. Mind a két területen szükség lenne javulásra. Először is a jogszabályok nem mindig követik le a gyakorlati változásokat, például akkumulátorgyárak rendszeresen használják ezt a magzatkárosító NMP nevű vegyületet, és például erre az NMP-re nincs felszín alatti vizes, talajvizes határérték, ezért fordulhatott elő, hogy Ködön, amikor a Samsung környékén találtak ilyen szennyezést a talajvízbe, ez jogilag semmit nem jelentett, hiszen nem volt rá erre az anyagra határérték. És ugyanígy a felszíni vizekbe való kibocsátás is sokszor nincsen minden agyagra meghatározva, illetve hát tudjuk, hogy a hazai hatóságok elég erőtlenek, rendszeresen látjuk az eseteket, hogy nem képesek elejét venni a környezet szennyezéseknek. Gondoljunk akár arra, hogy az illatos úton hagyták, hogy csődbe menjen a cég, és több ezer tonna hordott mag után hagyjon, és nagyon jelentős talajszennyezést okozzon. Ugyanez volt a Hortobágyi Nemzeti Park környékén, Kiskunhalason, de még számos sajnos más esetet mutathatnánk, ahol a hatóságok hagyták, hogy kialakuljon, szennyezésképtelenek voltak azt megelőzni, és hát látjuk, hogy az akkumulátorgyárak kapcsán és folyamatosan dolgozói bejelentések és rosszulétek kapcsán derül ki, hogy illegálisan tároltak ezek a hatalmas, nagy milliárdos állami támogatással kibélelt cégek, illegálisan tárolnak mérgező rákkeltő vegyanyagokat, amelyeknek ki vannak téve a dolgozók, mert még megfelelő védő felszerelés sincs. Tehát sajnos azt határozottan ki tudjuk jelenteni az elmúlt évek alapján, hogy sajnos a hatóságok valóban nem tudják jelenleg megakadályozni és megelőzni a szennyezéseket, még hogyha a jogszabályok rendelkezésre és állnának, számukra nem tudják azokat betartatni. Reggeli monitor.